A bácai iskola 1943-ban kezdte meg működését. Azzal a céllal építették meg, hogy helyet adjon a térségben a mezőgazdasági oktatásnak. Bácai János földművelésügyi államtitkárként kezdeményezte Abaújszántón az iskola létrehozását, amely jelenleg is a mezőgazdasági élethez szükséges alapismereteket biztosítja tanulói számára. A következő jelentős mérföldkőnek az számít, amikor az intézmény megkapta süveges tanüzemet, ahol már gazdasági tevékenységet is tudott végezni. Ahol most állunk jelen pillanatban, az a Bácai család birtoka volt ugye annak idején, és 1992-ben kapta meg iskolánk tulajdonképpen a Szerencsi RT-től ezt a területet. Nem így nézett ki ez a terület, kollégáim, dolgozók, gyerekek nagyon sokat dolgoztak, és hála legyen a jó Istennek, a Bácai családdal ma is tartjuk a kapcsolatot. Nekik is nagyon fontos ez a terület, nekünk is nagyon fontos ez a terület. Ugye, hogyha elmondhatom, pláne azért, mert emlékét őrizzük, őrizze az intézmény is az emlékét. Amikor én ide jártam diákként, akkor süveges tanüzem még nem létezett. Különböző társcégekhez jártunk gyakorlatra, és ugye eljött ez az idő valamikor, hogy egyre nehezebb volt ezekre a területekre, telepekre bejutni. Süveges tanüzem az iskolánk életében mindent jelent. De a szakmát, az állatszeretetet, és tulajdonképpen az intézménynek a jövőjét, úgy is mondhatnám talán, hogy Magyarországnak és az agrár világnak a jövője a süveges tanüzem. Két ágazatról beszélhetünk nappali képzésben, az egyik a mezőgazdaság és erdészet, ahol most már csak a gazdaképzés az a szakirány, amivel lehet, a másik pedig a vendéglátás és turizmus, a szakács szakmát tanulják a gyerekeink nappali képzésben. Az új képzési forma, amelyik elindult ugye az 5 éves képzésben, az pedig a mezőgazdasági technikus képzés. Emellett még a felnőtt képzés van, ami fő szempont most már mind a centrum, mind az intézményünk életében. Aranykalászos gazdaképzés, felnőtt képzésen belül a méhész képzés és az állatorvosi asszisztens. Az, ami felnőtt képzés keretein belül igyekszünk oktatni a felnőttek részére. Mezőgazdasági technikusok, 10. osztályosok, és most éppen a felismerést gyakoroltuk velük, mint az állatfajok, mint pedig a ehhez szükséges takarmányok, illetve az állategészségügyi eszközök. Ezeket takarodtuk. Akik ide járnak, én azt gondolom, hogy nagyon szeretik a szakmát, legtöbben inkább a otthoni gazdaságot fogják továbbvinni, de vannak olyan technikusaink is, akik már végeztek, akik például Miskolc belvárosából járnak be, mert hogy az őseik, a dédnagymama, illetve a nagymamák ezt, igaz, hogy a szülők már nem, de ő ezt szeretné csinálni, és ők nagyon szeretik ezt a szakmát. Városi gyerek lévén én soha nem szerettem a beton dzsungelben lakni. Aztán szerettem volna kitörni belőle, szerettem volna egy olyan szakmát, amiben természetbarátabb környezetben tudok majd élni a továbbiakban. Bizonyos szinten akár a magam ura is lehetek, és úgy érzem, hogy ezzel a mezőgazdasággal értéket tudunk teremteni. Úgyhogy a szakma szeretete miatt választottam a Bácait, és nem bántam meg. Túl lettünk az állategészségügyi technikus vizsgán, itt sikerült egy 5-ös végeznem, úgyhogy köszönöm szépen, ez nagy büszkeség. A továbbiakban pedig Debrecenben az egyetemen képzelem el a tanulmányaimat. Ott szeretném folytatni, mint agrármérnök. Mit látnak a gyerekek, hogy ennek van jövője? Én azt gondolom, hogy igen, hát olyan technikai fejlődések mennek végbe, hogy azért ők is meg fogják találni bennük a helyüket, hogy azt mondjuk, hogy a digitális világban igenis már tudják tényleg telefonjukról irányítani ugyanúgy majd azt a fejőgépet, vagy fogják tudni ugye a drónt irányítani, úgyhogy szerintem meg fogják találni igen benne. Tudjuk jól, hogy ez ugye 0-24-et igényel. Jó, hogy vannak benne ilyen holt idők, de egyébként mindenképpen ugye ott kell lenni, és szeretni kell az állatokat, szeretni kell a növényeket, mert benne kell lenni. És mindenképpen azt, aki szeretné tényleg, ugye a mi mottunk, hogy a termőföldtől az asztalig, hogy ezt szeretné előállítani, feldolgozni, és utána finoman elfogyasztani. A gazdáink, illetve a mezőgazdasági technikusaink, ők ugye, mivel nagyon speciális ez a képzés, nem csak állattenyésztéssel és növénytermesztéssel, hanem kertészettel is foglalkoznak.
mini betekintést mutatunk, hogy egyáltalán felismerjék a zöldségnövényeket. Úgyhogy ezt a kis fóliasátot ide az iskola udvarára azért állítottuk fel, hogy akkor, amikor az iskolában különböző órák vannak, a szünetekben, vagy délután a kollégistáknak fenntartsák. A kollégisták délutánonként gyomlálnak, ápolják a növényeket, és ami termés itt megterem, ők ezt felhasználják. De hát nem csak a kollégisták, hanem ugye nyitottunk a szakácsképzés felé is, és a szakácsok, amit itt megfőznek, ahhoz kiegészítik az éppen aktuális zöldségekkel, paprikával, hagymával, salátával, vagy esetleg egy díszítő elemmel, spenóttal, salátával kiegészítik az ételeiket. Kiskorom óta szakács szerettem volna lenni, mindig kotyvasztottam otthon ezt-azt, aztán arra jutottam, hogy meg kell csinálnom, hisz megálmodtam. Az első perctől látom a gyerekeknek a képességeit, és igazából itt ki tudom szűrni, hogy ki lesz annyira szakmailag elhivatott, hogy utána is ezt a pályát válassza például. A mostani, ugye most már szakácsunk, hála Istennek sikeresen végzett Barbaránk is úgy került hozzánk ugye 2 éve, hogy ő célirányosan magunknak szerettük volna kinevelni, és ez nem tökéletesen sikerült. Meglepő volt, nem gondoltam volna, hogy tényleg valóra fog válni az az álom, amit gyermekkoromban megálmodtam, de sikerült, és nagy örömmel tölt el. A jelentkezésekből látjuk, hogy nagyon népszerű, addig még bele nem kóstolnak. Nem is az iskolában fogja megtanulni a szakmát, hanem itt fogja az életben, meg a gyakorlaton megtanulni a szakmát. Ez egy nagyon jó alap, amit az iskola ad, de az életben az kevés. Ott el kell indulni ugye a tanuló, utána a lépcső legaljáról is lehet fölfelé menni a csillagos égig. Én leginkább a gyakorlati dolgokat, azokat szeretem megtanítani. Én gyerekkorom óta szakács akartam lenni, úgyhogy engem le se tudtak róla beszélni. Nagyon vonzott. Aztán volt egy időszak, amikor nem ebben dolgoztam, de csak visszatértem a vendéglátáshoz. Nagyon jó véleményeket kapunk, hogy finomak az ételek, a kiszolgálás is jó, és a szakács is jó, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Most kezdődik egyébként ugye a vendéglátás újraéledése. Sokan küzdenek, van, aki nem nyitott vissza. Hát ha élelmesek, akkor találnak munkát, mert hatalmas munkaerőhiány van a vendéglátásban most. Mit szeretsz innen a legjobban? Innen? A bécsit. Rántott hús, úgyhogy az finom. Általában én ezt elmondhatom, hogy egy olyan 30-40 kilométeres körzet az, ahonnan jönnek gyerekeink, főleg ugye Bizsoly, Vilmány, Göncruszka, Gönc vonal, ahonnan többen járnak, de nyugodtan mondhatom, ugye Golop, Tája, Monok, Szerencsről, de Encsről, Szikszóról is szoktak lenni tanulóink. Gazda szakmunkás képzőbe jártam, és a szakmámat 2021-ben kaptam meg, ugye 11. osztályban vizsgáztam. Jelenleg 12. osztályos tanuló vagyok, és így jöttem vissza érettségire. Az érettségi vizsgámat pedig majd jövőre fogom írni, majd májusban. Gödöllő agrármérnöki lenne a legfőbb célom, ami tényleg nagyon remélem, hogy össze is jön. Én tanultam állattenyésztés is, valamint növénytermesztést is, de én valahogy ez az állategészségügy, állattenyésztés része, ez engem jobban megfogott és jobban is szeretem. A traktorjogosítványomat is, ahogy megszereztem, nekünk ez ugye kellett a vizsgához is, de egyáltalán nem bántam meg, mert tudom hasznosítani. Nekünk vannak otthon szántóföldeink, foglalkozunk növénytermesztéssel is, úgyhogy ez is abban segít. Kötelező most már élni ezzel a lehetőséggel, mert az a szakma a gazda szakiránynál, ugye a kimeneti szabályozás egyik feltétel a T-kategóriás jogosítvány megléte. És azt hiszem, hogy pici szorgalommal, pici tanulással egy második szakmát ennyire megszerezni, ráadásul ugye minimális vagy nagyon kevés költséggel, ez egy nagy pozitívum mind az intézmény, mind a fenntartó részéről, és ha és amennyiben a lehetőségünk lesz rá, úgy néz ki, ugye, mert saját autós iskolával rendelkezünk már, nyitni fogunk akár a segédmotoros kerékpár és a személygépkocsi irányába is, és azt hiszem, hogy ez is egy beiskolázási dolog lehet, hogy mondjuk segédmotoros kerékpár jogosítvány megszerzése ingyenesen. Mindenképpen olyan diákoknak ajánlanám az iskolát, akiknek a szívükben van a mezőgazdaság, az állattenyésztés, növénytermesztés, nekik nagyon szívesen tudnám ajánlani.
A beiskolázásnál mi nagyon, és a kollégák is nagyon fontosnak tartják azt, hogy személyesen találkozzunk akár a szülőkkel, akár a gyerekekkel, hogy élményeket szerezzenek. Ezt az óvodáskortól az általános iskolán át egyrészt a személyes, élményszerű dolgokra helyezzük a hangsúlyt. A másik pedig, hát itt ami itt történik az iskolában, ezt folyamatosan hirdetjük, feltesszük, akár a Facebookos oldalunkon, a honlapunkon, hogy lássák és így tapasztalják meg, hogy nálunk milyen egy iskolai élet. Én is így akadtam rá. Nézegettem a bejegyzéseket, láttam, milyen jó itt az élet. Aztán, hogy mindig vannak rendezvények, sportrendezvények, különféle versenyekre vannak vívva a diákok. Aztán így utána néztem aztán az iskola honlapján, majd jelentkeztem a későbbiekben. Büszke vagyok arra a teljesítményre, amit ezért a kollégák, kolléganők megtesznek, mert megragadnak minden lehetőséget arra, hogy bármilyen rendezvény van az ország területén, legyen az észak, dél, kelet vagy nyugat, igyekeznek ezeket a gyerekeket elvinni minden olyan rendezvényre, amely valamilyen szinten kapcsolódhat azokhoz a szakirányokhoz, akkor ezek a gyerekek tanulnak. 5 év alatt így 58 verseny volt, amin részt vettem, abból volt 9 darab országos, lett 3 országos első hely, lett egy országos második, egy országos harmadik, meg egy ötödik, aztán a többi az ilyen kisebb verseny, házi verseny, volt főzőverseny is, úgyhogy az volt most itt a legutolsó, tehát a megtermelt húst, a megtermelt értéket visszadolgoztuk, és ott is egy országos második helyünk még lett azért csapatban. Szerettek itt lenni a gyerekek? Én úgy érzem, hogy igen, bár nem biztos, hogy a téli időszakban, amikor kijönnek akár szülőt metszeni, vagy a nyári időszakban egy hajtásválogatásra, de az, hogy utána látják, hogy mondjuk nyári gyakorlaton a gyümölcsöt itt elfogyaszthatják, megehetik, vagy akár a zöldséget, amit megtermesztenek a nyár folyamán, ezeket hozzájuthatnak. Én úgy gondolom, hogy igen, és egy jó levegőn, tehát hogyha itt körbenézte, egy csodálatos a környezet, én úgy érzem, hogy jól érzik itt magukat a gyerekek. Ahogy rágondolok az iskolára, nekem először mindig a süveges tanüzem jut az eszembe. Sajnos idén már ugye nem kell gyakorlatot teljesítenem, ezért nem járok ki, de nagyon szerettem. A szarvasmarha istállóban rengeteg időt eltöltöttem, és hát szerintem az sokunknak is a kedvence marad. Sokkal kérdezik, hogy hogy tudsz ilyen boldog lenni, hát mondom, itt ilyen az élet, felszabadultan kell élni, tehát itt nem lehet az, én nem vagyok úgy, hogy most úristen, holnap iskola van. Én teljesen össze vagyok törve, én mondtam, amikor eljöttem vizsgázni, hogy hát én megyek haza, kérdezte édesanyja, hát miért, hol vagy fiam? Hát ma megyek Szántóra haza. Úgyhogy én miskolci vagyok egyébként, tehát sokáig voltam bejárós, aztán megtapasztaltam a kollégium életet is, és sajnálom, hogy nem hamarabb költöztem be. A kollégiumnak mindig az volt a célja, hogy a távol maradt tanulók, gyerekek a családtól otthonra leljenek, és ennek a kollégiumnak és ennek az iskolának mindig az volt a célja, hogy otthonra találjanak, akik ide jelentkeznek, mindenki felvételt nyer, tehát a kollégiumban ingyenesen, és arra törekszünk a fiúkkal, lányokkal együtt, hogy ezt a közösséget, ezt a családot, ezt a kis családot folyamatosan nehézségekbe, gondokba, tanulmányi gondokba, családi gondokba próbáljuk fölvértezni őket. Azok közé, az iskolák közé tartozunk, aki támogatja a gyerekeket, és igyekszünk együtt dolgozni a szülőkkel, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezek a gyerekek megfelelő szakirányban, megfelelő végzettségre tegyenek szert, és ami nem elhanyagolható szempontban a szakképzésben, hogyha megnézzük azt, hogy melyek azok a pénzösszegek, amelyeket ugye a képzési forma magával hoz, akár ugye duális partnerrel vagy helyben, vagy melyek azok a felzárkóztató foglalkozások, vagy ösztöndíj rendszerek, ugye út a szakmához, út az érettségihez, a Szabóki program, az Apácai program, a Waberelsz program, ebben mindbe benne vagyunk, és támogatjuk a gyerekeinket, és igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy eredményesen végezzenek nálunk, illetve tovább is tanuljanak másik szakmában esetlegesen, vagy érettségit szerezzenek. Egy mezőgazdasági szakközépiskolában kezdtem a tanulmányaimat, és az olyan alapokat adott az élethez, hogy egyébként az élet bármely területén az ember helyt tudott volna állni, de mégiscsak ezek a gyökereink, mégiscsak ezek a család indítatásaink, mégiscsak az ember itt érezte magát biztonságban, itt talált hasonszűrűekre, barátokra ezekben az iskolákban. Úgyhogy én mai nap is ezt választanám, holnap is ezt választanám. Én biztatok minden szülőt és minden fiatalt arra,
hogy válassza a mezőgazdasági szakképzést, hiszen olyan lehetőségeket talál benne, olyan kihívásokat talál benne, olyan érdekérvényesítést talál benne, olyan sikereket talál benne, amely nincs más ágazatban. Hiszen a 21. század kihívásai az pontosan az agrárium és az élelmiszeripar körül fognak lenni.